A narcisztikus ember eleinte mindent megtesz, hogy levegyen a lábadról, a későbbiekben ordítani fog szíved, lelked a bánattól. Nagyon jól meg tudja játszani magát, vigyázz nagyon jól, mennyire hiszed el szavát. Olyan fajta ember, aki állandóan hazudik, légy óvatos, mennyire nyitott ki előtte életed kapuit. Óvakodj és menekülj ettől az embertől. Tudom, mennyire nehéz kijutni eme helyzetből. Úton útfélen csak mocskolni tud és bántani, nagyon jól tud az érzéseiddel játszani. Ha valami nem tetszik, kezét felemeli rád, vigyázz, mit szól vissza feléje szád. Hiszen ha olyant mondasz, ami nem tetszik neki, a fejedet képes naponta jó erősen a falba verni. Mások előtt nem mutatja meg, ki is ő valójában, hogy mennyire ördögi, megtapasztalod a valóságban. Ha egy ilyen ember mellett vagy, az életed csupa félelem és rettegés, ha nem menekülsz, várni fog a gyakori szenvedés. Képes az ilyen alak pillanatok alatt tönkretenni mások életét, de ugyanakkor nem csak nappalát, hanem egész éjjelét. Nem számít neki a lelki béke, nyugalom, csak az, hogy az ő kezében legyen a hatalom. Kérd hát az Istent és környezeted, segítsenek rajtad, biztos lehetsz benne, lesz olyan, ki meghallgat. Isten látja, ha bánt téged az ilyenfajta ember, ő az, ki számodra egy boldogabb jövőt rendel. Ezt a fajta embert végleg eltávolítja az életedből, nem kell tovább tartanod a folyamatos félelemtől. A segítség és boldogság úton van hozzád, nem veszi le rólad teremtőd gondját.